Magatokkal visznek belőlük valamit, és ha ennyi most a fájó van, se, mert lassan gyújtunk.
mind a három osztályos sok-sok emléktől. A nyolcadik állhoz, mely talán a legjobb közösségé nőtte ki magát iskolán falai között. Nem rajtatok múlni. Hiányozni fog Bió, aki szorgalmával hegyeket tudott mozgatni. Eszter, aki külön a szívük köznőtt, a Zseni Palánták, Zoli és Gergő és persze a többiek. És hiányozni fog az elnézést kérek osztály 8. C. És az örök ellenzéki Viktor István vagy Spici, akit 8 év kemény munkája sem bírt rávinni egy kis tanulásra. Petra, aki visszajött hozzánk búcsúzni, Szuszmogó, aki felkapaszolt a tüzéri várba. Lívia, a Kazinci verseny győztese és persze Zoli, a meg nem értett és szerelmes költő a rókájával és a hollójával együtt. Szóval mindnyájan. Mint igazgató, köszönöm a szülőknek a 8 évi kitartást és segítséget, és mint igazgató, köszönöm a kollégáknak a 8 évi munkát. Hogy mi a jutalom ezért, hogy miért érdemes ezt a pályát választani, azt ilyenkor lehet csak megmagyarázni. Örömöm az, barátok tudok. Érzem, ti is attól vagytok boldogok, hogy érdemeltek az elmúltból egy cikra, mely az álmok az valóságát vonja. Nem fáradhattam el, mert a lelkem beláthatok, elvártátok tőlem a közösen hozott igazságot, nem feladni a küzdelmet. Szívemben gyerekként, szememben felnőttként ragyoztam. Sziasztok! Sziasztok! Mindenki kap egy garázs.
Megkaptam mindenkit. Egy pici csendet szeretnénk. Szeretnénk megköszönni a szülők és a gyerekeink nevében azt a fáradtságos munkát, amivel őket tovább indítják, és szeretnénk megvendégelni önöket. Utoljára vagyunk így együtt, és ezennel akkor ürítsük poharainkat, mi felnőttek. Thank you.